Kaptár olvasható a név a Komlói Művelődési Központ falán. Így nevezték el a Baranyai Város legújabb létesítményét, amelynek átadójára péntek délután került sor. Áll a ház. Egy 40 éves álom vált valóra. Idézte Vörös Marti Mihályt, a térség parlamenti képviselője. Hoppál Péter felidézte az elmúlt időszakot, míg az álomból végül valóság lett. 2000-ben sikerült Polics József polgármester úrral a komlóiak szándékát jól artikulálnunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki ezután kért tőlünk egy előterjesztést, és az előterjesztést a kormány megtárgyalta, és egy egyedi kormánydöntéssel tisztán magyar nemzeti hazai állami forrásból rendelte megépíteni azt a négy nagy projektet, amik Komló számára más pályázatokból nem lettek volna megépíthetőek. Köztük a kaptári épülete sem állhatna kormányzati segítség nélkül, mondta ki. Képviselő. Az eseményen jelen volt a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Szalai Bobrovicki Vince szerint jó szolgálja majd a helyi közösséget az új beruházás. A különböző egymás mellett lévő itt előttünk meg mögöttünk látható intézményeket valamilyen, sőt nagyon mély szinten összekapcsolja. Sőt, úgy tudom, hogy fizikailag is összekapcsolja egyébként, tehát van átjárása a különböző épületek között. Ez nyilvánvalóan az itteni civil életet és általában a közösségi életet leegyszerűsíti, jobban szerezhetővé teszi. Ezért képviselő úrral beszélgettem erről, hogy neki egy nagyon komoly és meggyőzési munkája volt abban, nyilván aztán itt a megvalósítás során is, hogy a kormányt meggyőzze arról, hogy itt szükséges lesz nagyobb összegeket ebbe belerakni, jó helyen lesz ez a pénz. A helyettes államtitkár elmondta még, összesen 3,5 milliárdba került a kivitelezés. Az utolsó szakaszban 1 milliárdos támogatás kellett a megvalósításhoz. A komlói kaptár a helyi civil és művészeti csoportoknak lehet majd bázisa a 25 000-es Komlón, derült ki a pénteki átadón.